Tisztelettel köszöntöm a Halom Televízió választási műsorának nézőit. Már csak néhány nap választ el bennünket június 9-től, az önkormányzati választás időpontjától, amikor felhatalmazást adunk 11 vagy 12 honfitársunknak arra, hogy a lehető legkedvezőbb módon, a legeredményesebben, a legtöbbek érdekének megfelelően kormányozza Szász Halombatta ügyeit. A választás fontosságát az is növeli, hogy ezúttal Európai Uniós képviselőket is választunk. Ennek kampány folyamával nyilván már önök is találkoztak, de mi most értelemszerűen csak az önkormányzati választáshoz szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy a választókerületek sorrendjében megismerkedhetnek azokkal, akik a szavazólapokon szerepelnek majd. Nyilván lesznek új arcok, akikről a személyes benyomás, néhány alapinformáció és programelképzelés megismerése is orientáló lehet, és vannak, akiket több évtizedes munkája alapján tudnak megítélni. Idén is 5 esztendőre adunk megbízást a képviselőknek, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy ilyenkor uniós választásokra is szokott sor kerülni. Az önkormányzati választásokat rendszeresen ősszel tartottuk. Ebből adódóan a jelenlegi testület mandátuma októberig tart, a most megválasztottak akkor vehetik át megbízásukat, kezdhetik el munkájukat. De ez természetesen semmit nem volna a jelenlegi aktus fontosságából, hiszen csak így volt megteremthető, hogy mindenki 5 évig szolgálhassa települését, láthassa el feladatát. Praktikus megfontolások szóltak amellett, hogy ősszel ne kelljen újra kampányt szervezni, aktivizálni a választási apparátust és nem utolsó sorban a választókat, hiszen alapvetően az ő akaratnyilvánításuk érdekében történik ez a demokratikus processzus. Mai adásunkkal folytatjuk azt a műsorsorozatot, amelynek célállomása június 9-e, az önkormányzati és uniós választás napja. Célja pedig, hogy önök minél több információ birtokában hozhassanak döntést a szavazófülkékben. Műsorsorozatunkról előzetesen annyit szeretnék elmondani, hogy ezen a héten, hétfőtől csütörtökig, vagyis 3-ától 6-áig, az 1-től a 8-as körzetig jelöltjei mutatkozhatnak be, mondják el program elképzeléseiket, analizálják városunk helyzetét. Valamennyi műsort 5-ször ismételjük, az adásokat követő nap délelőttjén 9 óra 45 perctől és délután 18 óra 30 perctől. Pénteken 19 óra 15 perctől, valamint szombaton 10 órától és 16 órától egymás után vetítjük a 8 körzet választási műsorait. Néhány érdekes összehasonlító adatot is elmondanék. Idén az előzőeknél szerényebb az érdeklődés, 27 kandidált közül választhatunk, 5 évvel ezelőtt 35-en indultak, 1994-ben pedig 57 képviselőjelölt kérte szavazatainkat. 5 éve 4 jelölő szervezet, az Értünk Szász Halombattai Közéleti Egyesület, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség a Kereszténydemokrata Néppárttal, a Mi Városunk Jövőiért Közéleti és Kulturális Egyesület a Demokratikus Koalícióval, a Momentum Mozgalommal és a Jobbik Magyarországért Mozgalommal, valamint a HELP helyi lokálpatrióták egyesülete indított jelölteket mind a 8 választókerületben. Az Óvárosban Krimse Artúr függetlenként indult a HELP támogatásával, 3 képviselő jelölt pedig függetlenként szerepelt. A 3-as, a 6-os és a 8-as választókerületben 5-en, a többiben pedig 4-en szerepeltek a szavazólapokon. Idén 1 polgármester jelölt indul, Vezér Mihály jelenlegi polgármester az Észke jelöltjeként. 5 éve még volt riválisa, Mánya Zsolt, akit a Mi Városunk Jövőiért, a Demokratikus Koalíció, a Momentum Mozgalom és a Jobbik jelölt. Mai adásunkat a 3-as körzet bemutatkozó műsorával kezdjük. Ebben a választókerületben az átlagosnál nagyobb a kandidálók száma. 4-en vannak, és szerencsére mindannyian vállalták a személyes és a programbemutatás lehetőségét. Most is a szavazólapra kerülés sorrendjében láthatják őket. Elsőként Szalai Attila lesz látható, hallható. Ő a szokásoknak megfelelően függetlenként indul. Őt követi Zerza Béla Zoltán, a Mi Városunk Jövőiért Közéleti és Kulturális Egyesület jelöltje, Bernát Tibort a Fidesz,
Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt támogatja, Házi Tamás pedig az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület jelöltje. Mindenkori műsorunkról még annyit, hogy mindenkinek 5 perc moderálás nélküli, szabadon felhasználható műsoridő áll rendelkezésére, amit szabad választása alapján a stúdióban vagy választókerületekben rögzítettünk. A műsor belső szerkezete bemutatkozást, a körzetre vonatkozó ajánlatokat, egy ismeretlen villámkérdésre adott választ, a városra vonatkozó programelképzeléseket és egy zárszót tartalmaz. Köszönöm figyelmüket, most már a jelölteké a szó. Persze előtte egy kis film segítségével bemutatjuk a körzetet. Hármas számú választókerület. A hármas számú települési egyéni választókerület Százhalombatta Újtelep déli, délnyugati részén található. 1659 választópolgárt vettek itt nyilvántartásba, akiknek a Bláthy Otto utca 14-et követő páros számú házakban, továbbá az Erkel körút 15-16 és 17-45 közötti épületekben, a Kodály sétányon a 26-os számtól felfelé, a Liszt-Ferenc sétányon a 8-tól tartó páros, a 23-tól a 37-ig, illetve a 39-től induló páratlan oldalon, a Móri Zsigmond közben, a Piac téren, a szeptember 11-e parkban, valamint a Tóth László utca 10 és 16 között van az otthonuk. A választókerületben számos köznevelési és közoktatási intézmény található. A Szivárvány óvoda, a Városi Bölcsöde, a Nevelési Tanácsadó és közös épületben a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és az Alapfokú Művészeti Iskola. Itt található a piac, ahol árusok, termelők, szolgáltatók sorakoznak, javítva a közellátás helyzetét. A hármas csendes, nyugodt, ligetes városrész, ahol az idősebb generáció mellett sok fiatal család éli hétköznapjait és ünnepeit. Június 9-én 4 jelölt közül választhatnak az itt élők. Szalai Attila függetlenként, Zerza Béla Zoltán a Mi Városunk Jövőjéért Egyesület, Bernát Tibor a Fidesz-KDNP, Házi Tamás pedig az Észke színeiben méreti meg magát. Voksolni a Szivárvány óvodában és a Kőrösi iskolában lehet. A tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát eltelt 5 év. Az 5 év elteltével általában az ember számvetést tart. Hát nekem sikerült 98 óta számvetést tartanom, és nagyon nehéz 5 percben azt összefoglalni, hogy ez alatt az időszak alatt mennyi mindent kellett csinálnom. Kezdő képviselőként mindig ragaszkodtam valami tárgyas dologhoz, hogy azt meg kell csinálni, meg kell tenni. Nagyon sok munka van benne, nagyon sok akarat, nagyon sok feláldozva akár a szabad idejét az embernek nem egyszer is, legtöbbször, nagyon sokszor. Én inkább az idők előre haladtával én rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a folyamatos jelenlét és a folyamatos munka az, ami meghatározza egy képviselő munkáját. Lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, de azt gondolom, hogy ha nem is olyan intenzitással, de hatékonyan és jól lehet együttműködni az itt élőkkel. Hosszú a lista, amit elmondhatnék. Reggelig tudnám sorolni azokat az eredményeket minden nagy képviség nélkül, amiket elértem és amiket el szeretnék érni. Önökkel természetesen, és a nagyon aranyos volt a televízió vezetője, elmondta, hogy nekem tulajdonképpen milyen tematika szerint kellene mondani, de mindig formabontó vagyok, és hála Istennek ők ezt nekem mindig megbocsátják, és ha megengedik, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, mikor nekem föltesznek egy villámkérdés, közben, hogyha esetleg hallják a dudálást, meg integetnek nekem muszáj majd a kamerából kiintegetnem, hiszen maga az élet, ami itt van mögöttem, az út, többek között a zajvédőfal, amit én kezdeményeztem, a kutyafuttató, mind a három, meg hosszan sorolhatnám, de nézzük a villámkérdést. Milyennek tartja városunkban a versenysport,
és a tömegsport arányát, változtatná-e rajta, ha igen, milyen arányban és hogyan? Hát nemzeti sportváros volnánk Szélpál, többek között Szélpálnak is köszönhetően, és én azt gondolom, hogy mindig az élet dönti el, merre megy. Ugye megjelentek a technikai sportok, megjelentek a különböző olyan sportok, amire eddig ugye nem volt példa, és ez nem csak egyedileg jelentkezik, hanem tömegesen. A tömegsportrendezvényeket én mindig kultiváltam, és mindig szerettem volna még többet ebben a tekintetben, mert a sport ebben az esetben nem csak rekreációt, egészségmegőrzést, de félretéve a szakszavakat, nem ezt jelenti. Én azt gondolom, egy közösségi élmény, mint például egy sárkányhajó verseny. Ott igazából egyszerűen csak jól érzik magukat az emberek. Olyan emberek találkoznak egymással, akik lehet, hogy egy városban éltek, de lehet, hogy csak a kocsiból integetnek egymásnak, de 10 évente egyszer, vagy évente egyszer összejönnek, beszélgetnek, régi ismerősök összefutnak egymással. Igazából a tömegsport jellege erről szól. Maga a élsport pedig, hát én szerintem ezt nem kell bizonygatni senkinek. Ugye az alapsportágak, amik 100 halombattán jelen voltak, nevezetesen az úszás, a labdarúgás, a női kézilabda, a kézilabda, tehát a lövészet, tehát reggel is sorolhatnám ezt is, igazából egy nagyon jó témát sikerült kihúznom. De visszatérve a választókerületre is, hogy én mi az, amiket ígérni szeretnék. Én az ígérgetést meghagyom másoknak. Én azt gondolom, hogy az a program, az ember a program. Az emberek, akik itt élnek, ők meghatározzák az én programomat. Nem kell nekem kitalálni semmit. Ők mondják, hogy mire van szükségük, és én megteszem, ha tudom. A városban, hogyha egészét vesszük, hát nagyon sok javaslatot adtam le, és kicsit szomorú vagyok, hogy olyanokkal kell versenyeznem itt a választókerületben, akik olyan szervezetnek a tagjai, akik kétszer is leszavazták a javaslataimat, ami összvárosi volt. Kerékpárút javítás, összeköttetése az összes többi kerékpárútnak egymással, parkolóépítés, amit nem adtam fel, mert még egyet kell építeni legalább a lakótelepen, meg ahol csak lehet, persze a zöld nem a zöld kárára. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket ők is megválaszolják maguknak, akkor talán azt gondolom, hogy mégiscsak ez a fajta verseny, nemes verseny, és legalábbis remélem, hogy az, bár még nem volt olyan választás, hogy ne lett volna valami kis green bus egymással, de én mégis azt érzem, hogy remélem komolyan veszik azt, hogyha esetleg bekerül valamelyik a képviselőtestületbe, hogy azt a munkát nem Dunaföredről fogják elvégezni, és nem az óvárosból, meg nem az urbáriumból, ahhoz, hogy mi tudjuk azt, hogy itt mit kell csinálni, itt kell élni. Egy lakótelepen, az emberek között. Nem pedig valahonnan, valami kacsalábon forgó palotából megmondjuk, hogy nekik mi a jó, vagy mi a nem. Kérem, szavazzanak rám! Üdvözlöm a Városi Televízió nézőit, Zerzó Béla Zoltánnak hívnak. Nagyon régóta gyerekkoromban költöztünk ide 100 halombattára, és azt kell mondjam, hogy az életem nagy részét itt éltem le. Körülbelül ugyanannyi időt töltöttem a lakótelepen, mint az óvárosban. Egy ideje hivatalosan budapesti lakos vagyok, de számos dolog köt még továbbra is ide. Nagyon szeretem ezt a várost, hiszen ez adott nekem mindent. Itt tanultam, végeztem az általános iskolai tanulmányomat, ez a város jelentette a nyújtotta számomra az otthon biztonságát, miközben Pesten jártam dolgozni, meg gyakran kikapcsolódni. Úgy érzem, hogy ez a kettős kötődés, hogy sokat járok Budapestre, és most jelenleg ott is lakom, ez abból a szempontból nagyon kedvező, hogy kicsit más perspektívából tudok közelíteni az itteni városban lévő dolgokhoz, meg a város állapotához, és nem is ajánlgatnám itt tovább magamat, hanem belekezdenék így a
kerülettel kapcsolatos dolgokban. Én azt gondolom, hogy a város működésével kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog itt az utak állapota, hogy helyenként javításra szorul. Ezen felül többen kerestek meg így az ajánlások során azzal, hogy itt a parkolással kapcsolatban kellene valamit kezdeni itt a biztonsággal, mert volt itt ilyen katalizátorlopás is, meg hasonlók, hogy kellenének kamerák. Ezen felül kicsit lehetne itt a tereket innoválni, és egy kicsit közösségibbé alakítani a játszótereket és a köztereket. Fitness eszközök nem ártanának, meg esetleg asztalok is, amik régebben voltak, de valamelyik játszótér felújítás során eltűntek. Ezek alkalmat adnak például a közösségi életre arra, hogy idősek kiüljenek, kártyázzanak, sakkozzanak, esetleg társasjátékot játszanak, akár fiatalok is. Most így a retro hullám idejében nagyon népszerűek lettek az asztali társasjátékok. De azt gondolom, minden előtt a legfontosabb dolog az, hogy a lakókat megkérdezni, hogy ők mit szeretnének és mit látnának szívesen. Akár a választókerületükben, akár települési szinten. Én a felmérések embere vagyok, tehát én hiszek abban, hogy széleskörű felmérésekre van szükség, amik sajnos régen történtek, tehát annak ellenére nagyon kedvező állapotok vannak itt a városban. Úgy tudom, hogy több mint 30 éve nem történt például általános szociális felmérés és szociális térkép Szászlóbotára vonatkozóan. Az anyagi és egyéb helyzet felmérésére és a szükséglet felmérésre. A kulturális élet területén is ugyanerre lenne szükség. Utoljára az ifjúsági műhely készített ilyet 15 éve. Nagyon fontos lenne a kulturális életnek is, hogy kicsi a színesítése, hogy a fiatalok is jobban képviselve legyenek. Például gondolok itt arra, hogy az ifjúsági műhelynek egy épület, vagy legalább egy épület rész azok után, hogy 15 év alatt nagyon sok színvonalas programot szerveztek a fiataloknak, biztosan kellene. És akkor kihúznám a kérdést, ami ugye a három választókerületben vagyok, ezért a hármas számot választottam. Úgy szól a kérdés, hogy milyen intézkedésekkel segíteném a nehéz helyzetbe került embereket. Ez úgy érzem testhez álló, mert több mint 7 éve dolgozom szociális területen, itt dolgoztam itt a Magyar Vöröskeresztnél is a hajléktalan szálón. Azt gondolom, hogy már az előbb is beszéltem, hogy egy szükségletfelmérés kellene, egy átfogó szükségletfelmérés. Én úgy tudom, hogy pont ebben a körzetben, meg a kettes körzetben, a szomszéd körzetben megy ki egyébként a legtöbb szociális segély. A szociális ellátások már átlagosnál magasabbak itt település szinten, de lehetne ezt még tovább korrigálni és kiigazítani, tekintettel arra, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sokat inflálódott a forint, és tehát így az árak nagyon elszálltak, és azt gondolom, hogy ez a évente azt mondom, 3-szor adható, vagy legfeljebb 5-szor adható ilyen 20 ezer forint körüli összeg, és ez is egy olyan 80-valahány ezer forintos jövedelemnél, 85 ezer forintnál, egyfőre jutó jövedelemnél azt gondolom, hogy egy kicsit feljebb kéne meghúzni, ha ki kéne terjeszteni a jogosítványok körét. Azt gondolom, hogy ami az én jelöltségemet illeti, az adottságaimat illeti, én egy kompromisszumkész és ember vagyok, aki a legfőbb értéknek a partnerséget tartom, tehát szeretnék jó együttműködést kialakítani, függetlenül attól, hogy az adott képviselő melyik választókerülethez tartozik, milyen szervezetnek a színeiben képviseli Szászlóbotát, mert azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy minél élhetőbbé varázsoljuk ezt a várost, és minél szerethetőbbé. Egy is egy nagyon szerethető város, de mindig lehet mindent jobban csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet! Szeretettel köszöntök minden televíziónézőt. Élve a Halom Televízió adta lehetőségekkel, engedjék meg, hogy bemutassam magamat, illetve körzet, a Szászlóbotai háromszámú választókörzettel kapcsolatos elképzeléseimet az önkormányzati választások kapcsán. Bernát Tibornak hívnak, 86 óta élek Szászhalombattán, a MOL RT-nél dolgozom, illetve annak jogelődjeinél. A közéletben már 1998 és 2006 között is, mint bizottsági tag és önkormányzati képviselő részt vettem. Családi állapotom nős, van egy nagy felnőtt leánygyermekem, ez is alkalmassá tehet engem arra, hogy nagyobb elánnal forduljak a közéleti problémák megoldása felé. Engedjék meg, hogy néhány szót
ráfordítsak a körzettel kapcsolatos dolgokra. A körzetben a továbbra is legnagyobb problémának a parkolási gondokat tekintem, amelynek enyhítésére esetleg a most a 10 emeletesek előtt lévő parkoló helyen esetleg egy többszintes mélygarást lehetne építeni, és annak az könnyíteni a körzetben lévő parkolási gondok enyhítését. Illetve a körzetben található, parkokban található játékok új elemekre való cserélését, illetve a játékok alatt való a gumiszőnyek felületeknek a javítását, illetve korszerűsítését szeretném megemlíteni. A legutolsó pontként pedig a körzettel kapcsolatban az energiatakarékos megoldásokat keresném, például a panelépületeknek a tetejét napelemekkel borítani, és az így keletkezett elektromos áramot a körzet közvilágítására, illetve a közterületek közvilágítására lehetne használni. Hát ennyit nagyjából a körzetekről. Most pedig felhasználnám azt az alkalmat, hogy itt a Halom Televízió által adott 5 percben, itt van egy ilyen húzós játék is, és a 4-es számú borítékot, ha kihúzom, és akkor ebbe egy kérdés van. Megfelelőnek tartja-e városunk közbiztonságát? Milyen szerepet szán a rendőrségnek, közterületnek, felügyeletnek, illetve polgárőrségnek? Jelenleg én örülök neki, hogy Szászhalombattán működik a polgárőrség, és a közterület felügyelet is, bár a közterület felügyeletnek a szerepét én a jövőben növelném. Jelenleg a városunk közbiztonságát hál' Istennek én megfelelőnek tartom, a polgárőrséget továbbra is fenntartanám, és ahogy mondtam, a közterület felügyeletének a szerepét növelném, a helyi rendőrségnél pedig a helyben levő fogadóórák idejét, illetve lehetőségét növelném, hogy a kapcsolat maradjon helyben, ne kelljen bizonyos dolgokért érdre átmenni. Tehát ez a hirtelen jött kérdések válaszolására volt, és akkor folytatnám még tovább egy olyan lehetőséggel, hogy milyen várospolitikai dolgokkal foglalkoznánk a jövőben. A várospolitikában is szintén kiemelném az energiatakarékos megoldásokat hosszú távon. Tehát keresni kellene azokat a lehetőségeket, gazdasági, pályázati lehetőségeket, amely alapján a panelépületeket jobban kihasználva az energiatermelést esetleg ilyen napelem megoldásokkal, mint ahogy az intézmények már el vannak látva napelemekkel, napelem megoldásokkal ezt a közösen termelt energiát valamilyen szinten a közvilágításra, illetve akár egyéb közös részekre fel lehetne használni, esetleg akár a lakóknak is valamilyen elv alapján vissza lehetne osztani. Ennek meg kell keresni a gazdasági megoldási lehetőségeit, és ezeket a megoldási lehetőségeket kihasználni a jövőben. Tehát az energiatermelést, illetve a gazdaságos energiatermelést előtérbe tenném a jövőbe. Lassan lejár az 5 perc, köszönöm a figyelmüket, és nagyon köszönöm azt, hogy a Szászhalombattai 3-as számú választókörzetben indulhatok. Köszönöm a lakóknak az ajánlásaikat, és kitartásommal, illetve munkabíráló képességemmel úgy érzem, hogy képes vagyok a körzet, illetve a városi célokat továbbiakra is szolgálni. Végezetül stílszerűen nem tudnék mást mondani, mivel a Fidesz helyi szervezet támogat engem. Hajrá, Szászhalombatta, hajrá, battaiak! Köszönöm szépen a figyelmüket! Szeretettel üdvözlöm Önöket, Házi Tamás vagyok, szászhalombattai lakos, és már törzsgyökeres szászhalombattai voltam kisgyerekkoromtól. Itt jártam általános iskolába, innen viszont Budapestre mentem föl, és onnét Markó Iván kiválasztott a társulatába, ami számomra egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. Vele a Magyar Fesztiválban lettől egyébként körbeutaztam a világot, de mindvégig Szászhalombattán éltem, és életem szerves részét is itt töltöttem. Nagyon sokat foglalkoztam egyébként a közösségekkel, a Battabalett stúdió vezetője vagyok egyébként, több mint 10 éve.
És azt kell, hogy mondjam, hogy itt a választási időszakban nagyon-nagyon sokat jártam közösségekbe, rengeteg emberrel találkoztam, és a helyi problémákat próbáltam felmérni. Azt kell, hogy elmondjam önöknek, hogy Százhalombatta mindig is egy fejlődő város volt, és ezt a fejlődést és a dinamizmust szeretném önöknek majd a későbbiek folyamán is, ha megválasztanak, akkor átinterpretálni. Tulajdonképpen mondanom kell egy pár olyan programot, ami számomra nagyon fontos, a közösségi tereknek, a játszótereknek a felújítása, újabb játékok beszerzése, a közutak, rendes útvonalak újra aszfaltozása, a közbiztonság, és tulajdonképpen mellette ugye a közjólétnek a valamilyen szintű javítása lenne a célom. Gondolva ezzel az idősekre, a szépkorúakra, gondolva a fiatalokra, rengeteg olyan lehetőség van, ami még kiaknázatlan Százhalombattában, viszont nagyon fontos lenne, hogy ez a dolog dinamikusan fejlődjön tovább Százhalombattával, és nem egy öregedő város maradjon csak itt nekünk. Amit szeretnék mondani a programommal kapcsolatban még, hogy ha önök úgy döntenek, hogy engem választanak, akkor szeretném megváltoztatni az itteni kulturális életet is, hiszen a kultúra házhoz jön. Én egy balettáncos vagyok egyébként, és úgy gondolom, hogy ezt a dinamizmust az életben is, és a saját életvitelemben is fogom tudni tovább vinni, és ha megengedik, akkor önökkel együtt egy közös balettozással szerintem nagyon-nagyon jó dolgokat tudnánk csinálni. Ahonnan ismerhetnek engem még egyébként a proszekkós éjszakák és az örömtánc, nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam ott, és együtt közösen mozogtunk, hát ez a dinamizmus lehet, hogy majd önökre is vár, ha engem választanak. Köszönöm szépen! És hát akkor most következzenek a villámkérdések. Ezt húztam, mindjárt föl is olvasom önöknek. Milyen újabb szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket kínálna a különböző korosztályoknak? Hát ez egy hozzám közeli kérdés egyébként, és azt tudom mondani önöknek, hogy mindenképpen gondolkodnék a szépkorúakkal kapcsolatban. Több olyan közösségi programot, mint például az örömtánc is volt, de mivel hogy ez mindenkinek van már, ezért valamilyen olyan formában szeretnék nekik egy közösségépítést, ami még Százhalombattán nem volt. Akár egy idős pikniket, vagy pontosan egy szenior örömtánc versenyt, és minden további olyat, ami segíti az ő közösségüknek a fejlődését. A fiatalokra is gondolnék, sokkal-sokkal több kulturális rendezvénnyel, akár fesztiválok szempontjából is. Nagyon sok olyan könnyűzenei fesztivál van Százhalombattán, és Százhalombattához közel is, ami egyébként szerintem nagyon jó, de ennél lehetne még több. Gondolva az idősekre, a fiatalokra és mindenkire. Köszönöm szépen. Szavazzanak rám! Műsorunkat a négyes körzet jelöltjeivel folytatjuk. Ők hárman vannak, közülük ketten vállalkoztak arra, hogy részt vesznek választási műsorunkban. Most tehát a körzetfilm, majd a jelöltek következnek. Négyes számú választókerület. A negyedik választókerülethez kétféle lakótelepházai tartoznak, régebbi téglaépítésű és újabb házgyári tömbökben laknak az itt szavazó választópolgárok. Egyik végén a Béke és a Március 15-e utca határolja, másikon az Erkel körút 14-ig és a Liszt Ferenc sétány 6-ig, illetve páratlan oldalon 21-ig húzódik a körzet határ. Itt található a város teljes egészében megújult centruma, a Nívódíjas főtér, amely harmonikus felépítésével, rendezett, korszerű környezetével immáron igazi közösségi térként funkcionál. A főtér teljes rekonstrukciója révén itt épült fel a közellátás egyik élelmiszeráruháza, a téren áll a Szekeres József rendezvényközpont, amely magában foglalja a táncházat, és számos lakás is helyet kapott az épületkomplexumban. A választókerületben található még a Hotel Training,
és több köznevelési és közoktatási intézmény is. Így az egyes számú és az ötvös Loránd magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatos általános iskola, a Pittypangos óvoda, továbbá az idősek gondozóháza, a Szent István templom, valamint a Polgárok háza és a Média centrum. Június 9-én 1756 választópolgár szavazhat az ötvös, illetve az egyes számú általános iskolában Farkas Józsefre, a Fidesz-KDNP, Kovács Lajosra, az ÉSZKE, vagy Szabó Attilára, a Mi Városunk Jövőjéért Egyesület jelöltjére. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! A nevem Farkas József, és a 4-es számú választókerületben szeretnék képviselőt lenni a következő ciklusban, a Szászhalombatta 4-es körzetében. Először is köszönetet szeretnék mondani a Halom TV stábjának, hogy rendelkezésre bocsátott ezt a bemutatkozási lehetőséget. Magamról röviden annyit, hogy másodszor indulok képviselőjelöltként a 4-es körzetben. Ezzel ennek okán előfordulhat, hogy ismerős vagyok valakinek a nézők közül, mert volt már közéleti szerepvállásom az elmúlt időszakban. Nos, amennyiben nem, engedelmükkel megosztanék néhány rövid, meghatározó információt magamról annak érdekében, hogy június 9-én az önkormányzati választások alkalmával felelősen dönthessenek települési önkormányzati képviselő személyéről. Eddig is elég sok szórólapot meg hirdetést láthattak rólam, de azon túl néhány rövid információ, ami esetleg fontosnak ítélek meg, vagy fontos lehet önök számára. 1990 óta vagyok battai lakos, nős vagyok, van 3 gyerekem, szakmai tapasztalatait illetően gazdálkodási területen dolgozom, a Moldufi munkavállalójaként több mint 20 éve. 19-től, amint említettem, van közéleti tapasztalatom is, pénzügyi, egészség és városüzemeltetési bizottságnak vagyok a külsős tagja, és ezzel támogatom a képviselőtestület munkáját. Másodszor indulok képviselőjelöltként a 4-es körzetben. Amit még hozzátennék, hogy ahogy én látom a város dolgait ebben az időszakban, vitathatlan, hogy városunkban számos értelmes és hasznos, mindennapi életünket támogató intézkedés született városi és kerületi szinten egyaránt, melynek megőrzése közös feladatunk, felelősségünk, és ebből a felelősségből a magam részéről szeretném aktívan kivenni a részem. Ezeken túlmenően lenne néhány gondolatom a teljesség igénye nélkül, ami úgymond a mindennapjainkat egy kicsit, hát hogy mondjam, szóval könnyebbé, szerencsésebbé tenni, illetve kényelmesebbé. Tehát, hogy amennyiben képviselő leszek, a helyi közösség, lakosok észrevételével közvetlen reagálás, ez fogadórát jelent, a városi közlekedés korszerűsítése mellett hasonló témakörben van még lehetőség kihasználni a lakótelepítés tetőinek felületét, napelemek telepítésére, a parkok biztonságának növelését, a parkolás tekintetében megépül a déli részen az új parkoló, az nagyon jó, viszont a helyszíneken ott az lenne a célom, hogy a estére, éjszakára a helyi lakosoké legyen a parkoló, tehát valamilyen módon erre kéne megoldást találni, és akkor a város területén megvalósított biztonsági kényelmet előmozdító a fejlesztések kiterjesztés a 4-es körzetre is. 1-es. Hú, ez nagyon jó. Hát a környezetvédelemről van szó, milyennek ítéli városunk környezetvédelmi helyzetét, milyen területeken tud változtatni az önkormányzat. Most molos dolgozó vagyok, ebben van tapasztalatom, illetve tudok arról, hogy voltak problémák a Dunafüredi részen elsősorban.
Én úgy tudom, tehát, hogy a MOL menedzsmentje, a lokális és a csoportszintű is, az elég elkötelezett ennek érdekében. Természetesen együtt kell működni az önkormányzatnak, tehát ennek a folyamatnak a továbbvitelében és a továbbiakban lehetőleg kiszűrni teljes mértékben a rossz közérzet biztosító, meg zavaró tényezőket ezekben a, hát, ezeken, ezen a területen is. Végére értem a mondani valomnak, de ezzel együtt azt szeretném mondani, hogy fontos számomra a település lakóinak mindennapi nyugalma, egészsége, egyén és családi jóléte. Kérem, tiszteljen meg bizalmával június 9-e alkalmával. Köszönöm szépen! Üdvözlöm! Szabó Attila vagyok, a 4-es számú választókörzet képviselője. 1998 óta veszek részt az önkormányzat munkájában. Nagy tapasztalattal rendelkezem ezen a téren, hiszen a 2000-es években alpolgármesterként, később környezetvédelmi tanácsnokként, majd pedig az elmúlt években környezetvédelmi bizottsági elnökként dolgoztam, és segítettem a százhalombattaiakat. 24 órában az év minden napján elérhető képviselőként számtalan megkeresést, több száz telefonhívást kaptam az elmúlt időszakban. Hogy milyen feladatok azok, amik a legfontosabbak tartom a választókörzetünkben. Az utak járdák állapota többségében megfelelő, de mégis számtalan olyan kisebb, nagyobb utcaszakasszal, járdaszakasszal találkozunk, ahol a városban és a választókörzetben élő idős emberek nehezebben tudnak közlekedni. Ezeknek a megoldása a következő időszak egyik legfontosabb feladata. Hosszú hónapokon keresztül foglalkoztunk a város közvilágítási hálózatának rendbetételével, kiemelten a Béke utca és az Erkovics park közvilágításával. Megoldódni látszik ez a probléma, de mégis figyelnünk kell, hogy a stabilan és hosszú távon működőképes legyen. A város legzöldebb kerületeként számtalan parkot kell karbantartanunk, rengeteg a fa és rengeteg a gyönyörű kis kert ebben a választókörzetben. Ezek is számtalan feladatot adnak nekünk, de úgy gondoljuk, ezek kedves feladatok, és ezekkel foglalkozni kell a jövőben is. És kaptam én is, húztam egy villámkérdést. Ez a 2-es boríték. Mindjárt felolvasnám a kérdésemet. Módosítaná-e érdemben a város fejlesztési, beruházási politikáján, ha igen, miért és milyen területeknek adna prioritást? Azt gondolom, hogy mivel hál' Istennek sok generáció él a városunkban, a legfiatalabbtól a legidősebb emberekig, mindannyiukkal foglalkoznunk kell. Nagyon fontosnak tartom például az idősek otthonának az építését, amely a következő hetekben elkezdődik, és a következő év végére befejeződik. Mindemellett a fiatalokkal is foglalkoznunk kell. Az elmúlt évek programjai bebizonyították, hogy igény van igényes koncertekre, mint a Szent István téren, és valamilyen módon az ifjúságnak a százhalombattán tartását is meg kell oldanunk. Elkezdtük a megújuló energiákat használni, a napelemeket, energiatakarékos lámpatesteket. Azt hiszem, hogy ez az az út, amit a továbbiakban is majd követnünk kell. Az összvárosi program tekintetében azt hiszem, hogy kiemelten fontos a játszóteleknek a felújítása. Ez az elmúlt időszakban már megkezdődött. A nyár folyamán ebben a választókerületben a március 15-e utca melletti park, illetve a Derkovics parknak történik meg a felújítása, a játszótéri eszközöknek a felújítása, új eszközöknek a telepítése. A parkok gondozása, a parkok felújítása és ezeknek a zöld területeknek, a zöld felületeknek a karbantartása is kiemelt feladat kell, hogy legyen a következő időszakban is. Sajnálatosan előfordult az elmúlt néhány évben több esetben autórongálás, autóknak a feltörése. Azt gondolom, hogy ezeket a térfigyelőkamera rendszernek a kibővítésével, ennek a hálózatnak a fejlesztésével meg tudnánk akadályozni. Amennyiben elégedett az elmúlt évek munkájával, és továbbra is elérhető képviselőt szeretne, akkor kérem, hogy szavazzon rám június 9-én. Köszönöm!